Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják. Nézzük mai legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Sárospatak adott otthont a Kulturális Központok Országos Szövetsége őszi konferenciájának. Egy egész hetet a természetvédelem jegyében tölt a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston szakképzőiskola. Lelkész továbbképző tanulmányi napot tartottak Sárospatakon. 25 millió forintból újították fel a Záhonyi óvoda közel 30 éves épületét. A Kulturális Központok Országos Szövetsége idén Sárospatakon tartotta őszi konferenciáját. Ennek keretében a közművelődési feladatellátás aktuális kérdéseiről, új pályázati lehetőségekről, vidékfejlesztésről, felnőttképzésről és a kulturális életben zajló stratégiai folyamatokról beszéltek a szakemberek. A rendezvényt Aross János polgármester nyitotta meg. A Kulturális Központok Országos Szövetsége a magyarországi közművelődést jelentősen meghatározó kulturális központok szakmai együttműködésének koordinálására, munkájuk segítésére jött létre. Jelenleg 71 tagintézményt foglal magába. Őszi konferenciáját a Kulturális Központok Országos Szövetsége Sárospatakon rendezte meg, közel 100 résztvevővel. Úgy gondoljuk, hogy ebben a változó világban, amelyről a mai konferencia is szólt, nagyon fontos az információcsere. Nagyon fontos, hogy tudjunk egymás gondjairól, tudjuk a megoldásokat, lássuk a jó példákat, követni tudjunk olyan lehetőségeket, amelyek esetleg újonnan bontakoznak ki előttünk, és ehhez nyújtunk mi olyan információs, kommunikációs, hálózati kapcsolatépítő segítséget, amely egy ilyen civil szervezetnek a feladata. A konferenciára meghívták L. Simon Lászlót, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnökét. A jelenlegi kormányzat számára a közművelődés rendkívül fontos terület. Tudjuk jól, hogy a vidéki Magyarország újragondolása, felemelés elképzelhetetlen anélkül, hogy a vidéki művelődés tereit megőrizzük és megerősítsük. Ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy azok az emberek, akik a végvárakban küzdenek, és a vidéki magyar fiataloknak, vagy akár a fővárosi magyar fiataloknak, középkoroknak és időseknek közművelődési, művelődési, kikapcsolódási, kulturális kikapcsolódási lehetőséget akarnak biztosítani, azok tudják végezni tovább a munkájukat. Németh János vezető főtanácsos egy új Építő Közösségek című társadalmi megújulást segítő pályázatot mutatott be, és arról is beszélt, hogy a Sárospataki Önkormányzat és a város közművelődési vezetője és dolgozói példaértékűek az egész országban. Boldog lehet az a város, ahol olyan városvezetés van, akik a mai nehéz helyzetben is jó érzékkel tudják azt, hogy ezeket a közintézményeket működtetni kell, közfeladatot látnak el, és tényleg a lakosság mindennapi életét oly formán teszik szebbé, amit akkor tudnánk igazán Isten mentsen ettől, hogyha nem lenne. Úgyhogy én megköszönöm a helyi közművelődés szervezőjének és a város vezetőjének azt a hozzáadott értéket, ami lehetővé teszi, hogy ezek a pályázatok itt is éreztessék áldásos hatásukat. Csatlósné Komáromi Katalin igazgató, aki egyben a Kulturális Központok Országos Szövetségének elnöke, kiemelte, hogy a Sárospataki Művelődésháza is könyvtára, a szakma minden területén benne van a kulturális vérkeringésben. A Kulturális Központok Országos Szövetségének őszi konferenciája azért is került Sárospatakra, mert a mi intézményünk a szervezet alapítása óta tagja ennek a fontos szakmai szervezetnek, másrészt pedig azt hiszem, hogy jelzi annak a munkának az értékét és eredményeit is, amelyet az intézményünk végez, ami által bátran mondhatom, hogy a szakma minden területén benne vagyunk az országos vérkeringésbe. A kétnapos konferencia szekciófoglalkozásokkal és Sárospatak nevezetességeinek megtekintésével folytatódott. A Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston szakközépiskola már harmadszorra rendezi meg a természetvédelmi hetet. Ennek köszönhető, hogy a diákok érdekes előadások keretében ismerhetik meg Zemplén élővilágát és a természetvédelem fontosságát. Ezentúl a tanulók megismerhették a Sátoraljaújhelyi szennyvíztelep működését, valamint szemétszedésen is részt vettek. A szakképzőiskolában zajló természetvédelmi hét célja, hogy a diákok megismerik az őket körülvevő természetet, a Zempléni hegység értékeit, szépségeit, élővilágát, tanulják megvédeni azt.
képet kapjanak arról, hogy az általuk képződött szemetet, szennyvizet hogyan kezelik. Szervezünk számukra a szennyvíztelepre látogatást, szemétgyűjtési akciót, ezt már tavasszal is megszerveztük, és most szintén. Reméljük, hogy mindezek a tevékenységek, amelyekkel ezen a héten a tanulók foglalkoznak, valahol elraktározódik a tudatukba, és a későbbiek során majd hasznosítják, vigyázni fognak a környezetükre. Én úgy gondolom, hogyha ezt a 450 tanulót egy nagyon kicsit is rá tudjuk bírni arra, hogy jobban odafigyeljen a környezetére, akkor már nyertünk és sokat tettünk a természetvédelem érdekében. A Zempléni hegység szerencsés helyzeténél fogva rendkívül gazdag növény és állatvilággal rendelkezik, ugyanis megmutatkozik itt a közeli Kárpátok hatása, valamint az Alföld irányából a kontinentális hatás. Ennek köszönhetően megtalálhatóak nálunk olyan fajok, melyek mindkét területre jellemzőek. Ezen fajokat ismerhették meg a diákok Szegedi Zsolt természetvédelmi őr előadásából, aki ezentúl a környezetvédelem célját, jelentőségét is bemutatta. Természetvédelmet a növény és állatvilágon keresztül igyekszem bemutatni, mégpedig azon fajok ismeretében, amelyek, vagy tükrében, amelyek itt a környéken is előfordulnak. Tehát ha a diákok esetleg itt a környéken, a környező védett területeken kirándulnak, egyénileg, családdal, vagy bármilyen, akár szakvezetővel, akkor ezeket a képeken látott állatokat, növényeket, természeti értékeket megnézhetik, akár megismerhetik itt élőben is, úgymond, akinek erre, vagy ehhez érdeklődése van, vagy esetleg kijut a természetben. Szoboszlai Marcel a Természet csodái a fényképezőgép látószögéből címmel tartott előadást a diákok számára. Marcel már több éve foglalkozik fotózással, és igyekszik minden érdekességet megörökíteni gépével. Türelem kell hozzá és pénz. Ez a két dolog kell. Türelem azért kell, hogy ugye az ember kivárja azt az állatot, ha ismeri a szokásait, akkor lesen legyen és készen létben álljon. Pénz meg azért kell, hogy olyan apparátusra legyen, amivel ezt meg is tudja valósítani, mert tényleg a fényképezés pénzről szól. Tehát akinek nincs megfelelő eszköze, objektívje vagy fényképezőgépe, az nem tud úgy labdába rúgni, mint egy olyan fotós, akinek mondjuk van. A diákok mindkét előadó előadásából számos hasznos információhoz jutottak. Teológia tudományok között címmel lelkész továbbképző tanulmányi napot tartottak a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Ennek keretében Marót Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke tartott előadást. Ebben arról beszélt, hogy évszázadokkal ezelőtt, illetve ma miként kapcsolódik a teológia a tudományokhoz. A záró előadást Bölcskei Gusztáv, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke tartotta. Elméleti oktatással indult a lelkész továbbképző nap Sárospatakon. Az előadások olyan témaköré épültek, amely arra ad választ, hogy a teológia a tudományok berkein belül hol és hogyan helyezkedik el. Mindenképpen a humán tudományokhoz sorolandó természetesen, de a teológia tudományának magának is vannak különböző rétegei. Tehát például a Biblia tudomány egy szöveggel foglalkozik, amelyik a filológiai tudományokhoz kapcsolja. Erkölcstana is van mindegyik teológiának, amik viszont a filozófiai tudományokhoz kapcsolja. Tehát nem lehet a teológiát egységes egészként kezelni, és úgy hozzárendelni valamelyik tudományhoz, hanem miközben a teológiáról, mint valamiféle egységes tudományról beszélünk bizonyos értelemben, más értelemben tudomásul kell venni, és különböző szaktudományokhoz kapcsolódnak az egyes disziplinák. Marót Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke előadásában kiemelte, hogy a vallás és a tudomány mely területeken különíthető el, és mely más területeken fonódik össze szervesen. A Biblia értelmezése folyamatosan változik, és az egyházaknak a helyzete, a társadalmi helyzete is változik, és a saját szerepükről is más és más fölfogásuk volt. Tehát egy fejlődési folyamat következtében értette meg a mindegyik egyház azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent a teológia tudománya, tehát nem a teológia tudomány az a vezető tudomány, amelyik alá kell minden más szaktudományt rendelni, hanem a teológiának, mint tudománynak tudomásul kell venni a többi tudománynak az eredményét, és arra reflektálnia, és úgy megmagyarázni, hogy mit és hogyan kell érteni egy keresztény embernek abból a tanításból, amelyet a szaktudósok elértek. A tanulmányi nap záró előadását Bölcskei Gusztáv püspök tartotta, aki a téma aktualitását emelte ki. Elsősorban az a aktualitása, amit a régi mondás úgy tart, hogy a jó pap az holtig tanul. Én azt hiszem, hogy azzal a nyitottsággal kell
az embernek a teremtett világ jelenségeit kutató tudománnyal foglalkozni, amelyik attól nem ijed meg, azt nem látja ellentétben a hitével, hanem úgy érzi, hogy ezáltal a hite is meg tud gazdagodni, és a hite által meg tudja gazdagítani a tudományt. Befejező stádiumához érkezett a Hétszínvirág óvoda és bölcsöde felújítása Záhonyban. Az 1984-ben épült intézmény korszerűsítése már aktuálissá vált, hiszen elavult nyílászárói miatt fűtési költségei hatalmasra nőttek. Az óvodát mintegy 25 millió forintból sikerült megújítani, melynek 80%-a állami támogatás. A munkálatok ideje alatt az épületben csak a bölcsödések tartózkodtak, ugyanis az óvisokat átmenetileg egy használaton kívüli iskolába költöztették. Mindent megteszünk azért, hogy a gyerekek ne vegyenek ebből észre igazán semmit, és ugyanolyan felhőtlen játékos hónapjaik, heteik legyenek, mintha itt lennének ebben az óvodában. Az óvisok lent vannak a kisiskolának nevezett Ady Endre úti épületben, ebédelni feljárunk a nagyiskolába, aztán a 10 órai uzsonnát a konyhások lehozzák nekünk zárt szállítóeszközzel az iskolába. A bölcsődések pedig két hét csúszással, de szeptember közepén megkezdték az intézményen belül az életüket. A felújítás során az intézmény komplex hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje valósul meg mintegy 25 millió forintból. A támogatási szerződés szerint jövő június 30-ig kell ezt a pénzt felhasználni, és vagy a végéből veszük el, mert az is még óvodaidő, vagy pedig az elejéből próbálunk megoldást találni, és úgy döntöttük, hogy inkább most fogunk nehézségeket elviselni, mert már télen akkor jelentkezni fog a megtakarítás. A hamarosan elkészülő épület búcsút intett régi piros külsejének, így a környezeti nevelésre nagy hangsúlyt fektető madárbarát intézmény testhez álló szint kap. Miért zöld a piros óvoda? Mert hogy ez a kérdés fölmerül a járókelőkbe. A színválasztását megelőzően egy közvéleménykutatást végeztünk igazán a gyerekek körében. A gyerekek a használói ennek az épületnek, és a megkérdezett 86 gyerekből több mint 50%-a zöldet szeretett volna. A Záhonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsöde átadási ünnepségét várhatóan október 15-én rendezik meg. És amit még ma este láthatnak a híradóban. Közös produkcióra készül a Sátoraljaújhelyi és a Nyíregyházi Tánc Együttes. Eredményes a szociális foglalkoztatási projekt Sárospatakon. Itt az ideje, hogy az autósok megkezdjék a felkészülést az őszi és a téli időjárási útviszonyokra. Közös produkcióra készül a Sátoraljaújhelyi székhelyű Black Dance Company táncegyüttes, valamint a nyíregyházi székhelyű Everdance Táncszínház. A közös előadáshoz táncosokat keresnek, melynek válogatása folyamatosan zajlik. Ezzel egyidejűleg tánciskola indítását is tervezi Újhelyben a két táncegyüttes, melyben a gyerekek profi táncosoktól sajátíthatják el a különböző táncstílusokat, hangzott el a Sátoraljaújhelyi sajtótájékoztatójukon. Két éve kezdődött a Sátoraljaújhelyi Black Dance Company, valamint a nyíregyházi Everdance Tánc Színház kapcsolata. Mindkét tánc együttes megőrzi a magyar néptánc szépségeit, azonban mégis a mai ember számára látványos hangzásban és ritmusvilágban gazdag műsort prezentál. Mi nem ragaszkodunk stílus hűséghez, tehát nekünk nem az van, hogy nekiállunk egy kalotaszegi legényesnek, és akkor úgy táncoljuk el, ahogy azt kint Kalotaszegen táncolták az öreg bácsikák, inkább ez a 21. századnak szól, a mai ember személyének szól. És az, hogy összekössünk igényesen egy hip-hopot egy néptánccal, vagy egy társas táncot egy klasszikus balettal, vagy egy klasszikus balettot egy steppel, az azért meg kell lenni annak a szakmai tapasztalatnak, amivel hivatásos táncosok rendelkeznek egyébként csak. A táncegyüttesek egy egész estés táncszínházi darab bemutatására készülnek. Ehhez férfi és női táncosokat keresnek. Akik az Everdance-be, illetve a nagy csapatba szeretnének bekerülni táncszínházi szinten, ott egy 18 éves korhatárt szabtunk, 17-től felfelé. Most nyilván oda nem olyan embereket és nem olyan táncosokat várunk, akik most kezdenének el táncolni, erre is egyébként fogunk lehetőséget nyújtani, de most jelen pillanatban a nagy csapatban, mivel hogy ez egy hivatásos csapat, és itt keresni fognak a táncosok, tehát itt pénzért fognak táncolni, egy profi együttesbe, ezért ide csak szakmai tudással rendelkező 17 évtől felfele lévő táncosokat fogunk keresni.
A válogatók helyszínéről a táncegyüttesek vezetői székhely településüket választották. Alakulnak a toborzások, persze vannak, akik kicsit idegenül fogadják még ezt a dolgot, hiszen ez egy új stílus, tehát azt kell mondanom, hogy igazándiból mindenből egy picit elcsenünk, és ezt egy kicsit átszőjük az autentikus néptáncra. Tehát kicsit színesítjük az autentikus néptáncot különböző hip-hop elemekkel, különböző szalszától kezdve mindenféle elemekkel. Tehát ez egy elég, ez a maga, aki jelentkezik erre a castingra, az elméletileg tud táncolni, viszont ne csüggedjenek azok se, akik nem tudnak táncolni, hiszen azért jöttünk ide, hogy alapszintről elkezdjük felépíteni a kis táncos palántákat, és így utánpótlást tudunk nevelni az Everdance-nek és a Blackdance-nek. A két táncegyüttes a táncszínházi előadás mellett utánpótlást nevelést is szeretne végezni. Ennek kapcsán tartott bemutatót a Black Dance Company az Esze Tamás általános iskolában. Így a gyerekek, a szüleik és a pedagógusok is megismerhették az új táncstílust. Az idén júliusban indult a szociális foglalkoztatási projekt a sárospataki kistérségben, amelynek keretében 4 munkacsoport számára a folyamatos munkavégzést biztosítanak. Ennek egyik része a takarító csoport, amelynek tagjai többek között a sárospataki kistérségi irodát takarították a legutóbbi alkalommal. 2013. január végéig tart a szociális foglalkoztatási projekt a sárospataki kistérségben. A 22 hónap alatt 4 munkacsoport folyamatos munkavégzését teszi lehetővé a program. Ezek közül már több munkacsoport is bemutatkozott, például az épület karbantartók, vagy a megújuló energia faapríték előállításával foglalkozó csoport. A jelenlegi alkalommal a takarító munkacsoport tevékenykedett a sárospataki kistérségi iroda épületében. Ez a szociális foglalkoztatás a kistérségben projektünk, amiről már több ízben beszámoltunk, 4 munkacsoportunk dolgozik, jelenleg a takarító brigádunknál vagyunk, és ők egy 11 fős takarító brigád, akik egy takarítói végzettséget fognak szerezni. A program keretében foglalkoztatottak mentori szolgáltatásban is részesülnek. Ők egy OKS tanfolyamot fognak végezni, amelynek a segítségével a munkaerőpiacon hamarabb kaphatnak munkát. Addig is, amíg a szárnyaink alatt vannak, addig különböző közintézményekben járunk segíteni, takarítani. Itt megemlíteném az augusztusi nagyhajránkat a Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, aztán több intézménybe besegítünk, így a gondozási központ, mint ahol most is vagyunk, a kistérségi iroda, akár a polgármesteri hivatal. A másik 3 munkacsoport az épület karbantartók, a kertész és szőlőművelő csoport és az aprítékoló csoport. A 39 ember foglalkoztatása az Európai Uniós támogatás miatt kifejezetten hasznos a kistérségben, mondta a projektasszisztens. Az eddigi elképzelések szerint és a pályázatokban leírtak szerint egy tranzit foglalkoztató céget hoznák a későbbiekben létre, és az itt kitanult embereknek megpróbálunk munkát szerezni. Legalábbis ezek a tervek a jövőre vonatkozóan. A világító berendezések ellenőrzése, az ablakmosó folyadék cseréje, a gumik állapotának vizsgálata, ez csak néhány dolog azok közül, melyeket el kell végezni, hogy a megváltozott időjárási viszonyok mellett biztonságos legyen a közlekedés. Emellett hangsúlyt kell fektetni arra is, hogy ne csak a gépjármű, hanem a sofőr is alkalmazkodjon az őszi időjáráshoz, hívta fel ezekre a figyelmet a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság. A ködös párás időjárási viszonyok balesetveszélyesek lehetnek, amennyiben a gépjárművezetők nem készülnek fel, és nem készítik fel időben járművüket a megváltozott körülményekre. Ilyenkor ajánlott a gépkocsik műszaki állapotának teljes körű átvizsgálása, ezentúl meg kell változtatni a vezetési stílust is. A műszaki állapotnál fontos ellenőrizni, hogy a járművek ablakmosó folyadékaiban fagyálló folyadékkal legyen feltöltve. Ha tartósan 7 fok alá süllyed a hőmérséklet, akkor célszerű a nyári gumikat átcserélni téli gumikra, hiszen ezek a gumik alkalmasak arra, hogy a hidegebb időszakban jobban tapadjanak az út felületén. Természetesen indulás előtt, amennyiben az út felülete nyírkos, vizes, ne adj Isten felfagyásos, célszerű
fékpróbát is végezni a gépjárművei, hiszen meg kell, hogy nézze a járművezető azt, hogy hogyan fog reagálni adott esetben, ha vészfékezést kell alkalmaznia, hogyan fog a jármű tapadni az útfelületen. Emellett szükséges, és a KRESZ előírásaiban is szerepel, hogy a gépjárművezetők minden nap elindulás előtt ellenőrizzék a kormány fék és gumik állapotát, a világító és fényjelző berendezések működőképességét, valamint a rendszámtáblák meglétét. Nagyon ritka az a járművezető, ami felkészül időben, kellő időben felkészül az időjárás változásokra, hiszen úgy vannak vele, hogy majd egy kicsit arrébb toljuk a felkészülési időt, egy kicsit majd későbbre tesszük a gumicserét, egy kicsit későbbre tesszük azt, hogy a folyadékot, az ablakon só folyadékot kicseréljük, az ablak törlő lapátokat lecseréljük, hiszen azért azt tudni kell, hogy a meleg idő, a nyári időszakban az ablaktörlő lapátok gumiai is elérnek, tehát ezeknek is szükséges a cseréje. Végül pedig nézzük, hogy melyek voltak a mai nap legfontosabb hírei. Sárospatak adott otthont a Kulturális Központok Országos Szövetsége őszi konferenciájának. Egy egész hetet a természetvédelem jegyében tölt a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston szakképzőiskola. Lelkész továbbképző tanulmányi napot tartottak Sárospatakon. 25 millió forintból újították fel a Záhonyi óvoda közel 30 éves épületét. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, mára ennyi volt a hírhét friss hírekkel, holnap este 7 órakor jelentkezünk, számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra!